Sziasztok, Molyok! Kinga vagyok, és jövök az Ezt olvastam a héten videóval. Annyi, esetleg itt megjegyezném, hogy most már nem az Ezt olvastam héten, hanem inkább csak az Ezt olvastam videók lesznek, hiszen ahogy tapasztalhattátok, már nem csak egyedül videózom. Ezért azokat a köteteket, amiket Nikivel együtt olvasunk, azt nem szeretném így külön még egyszer megmutatni, mert nem igazán látom értelmét. Ezért ezekben a videókban most már csak azok lesznek, amit egyedül olvasok és dolgozok fel a videókkal. Hát lássunk is neki, mert akad egy pár, hála jó Istennek, július vége van, nézzük mik vannak. Először is szeretnék nem csak én, hanem Cecil is köszönni. Sziasztok! Megmondom őszintén, ezt tegnap hoztam ki a könyvtárból, ez a Cecil a cuki cápa. Ez egy közös kihívás miatt volt rá szükség, amiben egy csapatban is részt veszek egy kihíváson. Már most így hirtelen nem tudom, hogy C betűs címke lett, vagy cápa címke, vagy cápa a borítón, de bármelyiknek is megfelel, hiszen rengeteg C és cápás cucc van rajta, úgyhogy ez fantasztikus volt. De megmondom őszintén, hogy csak és kizárólag emiatt, itt annyit nevettünk a gyerekkel, hiszen már nekem lassan 12 éves a fiam, tehát nem neki szóló, és szerintem mi felnőttek jobban szórakoztunk, mint ő. Sajnos nagyon kicsi, egy 10 oldalas kötetről van szó, de nagyon cuki, tehát mindig más van, például mutatok egyet, mutass, hogy Cecil ási. Wow! És akkor látszik, hogy Cecil fáradt. Meg ilyenek, szóval egy kicsit visszamentünk a kisbaba korszakba, illetve ilyenekbe, hát tudjátok, hogy én nagyon szeretem az ilyeneket, és szerintem ez egy nagyon cuki kötet, ezt az Álomgyár kiadó adta ki. Hát megmondom őszintén, hogy mikor, azt nem tudom megmondani, de nem mostanában. Hát talán 2020-as, de nem mernék rá megesküdni. Vannak még hasonló kötetei, itt a hátoldalán mutatja meg, hogy milyenek vannak. Én azt hittem amúgy, mikor volt a borító, hogy ezt én nem láttam, hogy itt ilyen van, de nagyon cuki volt. Maga a mondani való amúgy elég kevés, de hát egy 10 oldalas lapozóról beszélünk, hatalmas dolgokat nem várhatunk tőle. Itt tényleg a szórakozás, a cél, a színek tök jók voltak, szerintem az, hogy felkeltse a legkisebbeknek az érdeklődését, arra tökéletesen megfelelt. Úgyhogy én nekem ez nagyon tetszett, nagyon cuki volt, hogyha helyén kezeljük, akkor mindenféleképpen 5 csillagos a kötet. Ha amúgy kezelnénk, akkor olyan fél csillagot érne, de tényleg kezeljük a helyén, hiszen egy 10 oldalas lapozóról van szó. Itt ilyen ásítás, nem elfogadás, ugye, hogy Cecil egy cuki cápa, tehát el kéne, hogy fogadják a többiek, ez itt arról szó, hogy szeretne játszani, de mindenki fél tőle és a nagy fogaitól. Úgyhogy én el is köszönök. Nagyon aranyos volt. Tetszett, jó esett, meg tudott nevettetni, és ezzel a 10 oldalon nagyon jót szórakoztam. Na, menjünk is tovább. A következő, ugye mondtam, hogy a gyerekzsűribe is van egy ilyen szavazás, és ezen szeretnék részt venni, minél többet elolvasni a kötetekből, és újabb kettőt elolvastam. A következő, az Gecsei Ádám és Gondár Flóra Arcai Zokni felfedezi a sziget közt. Ez egy nagyon kis aranyos kötet volt. Ugye Acca az ő, Attila beceneve lehet ez az Acca, és Zokni akkor kizárólagosan csak ez a kis kutya lehet. Itt tök jó, mert amikor kinyitottam, van egy ilyen, hát egy kis térkép, itt a Szlovákia Magyarország határvidéke, és érdekes volt a kötet. Itt tulajdonképpen Hédervárra leutazik Attila, vagyis hát Acca, a nagymamához, és hát szeretné tényleg a sziget közt úgy, ahogy felfedezni. Több történet is volt, mint például volt egy krumplibogár, ami 1947-ben ugye az Amerikából behozott dolgokkal maradt meg, és itt volt egy krumplibogár szobor, ami amúgy eltűnt, és Accáig dolga volt felfedezni. Akkor mi még, ami hirtelen eszembe jut, Isten, igazából itt hátul van egy zseblexikon, ami nagyon sokat segít, és elég informatív is. Itt bemutat olyan állatokat, növényeket, amik valamiért szimpatikusak, illetve a történetből kifolyólag fontosak lehettek. Ugye a kecsege, mint olyan, vagy az ökle, lile, a sűn, a fakopáncs. A sűnös találós kérdés az nagyon tetszett amúgy.
Maga a történet amúgy nem azt mondom, hogy nem nyerte el a tetszésemet, mert ha hazudnék, szóval aranyos volt, de egy kicsit, hát nem tudom, hogy lehet ilyet mondani, mesélni, egy picit talán túl gyerekes néha, és szerintem ez így nem olyan jó megfogalmazás, tehát nem mindenhol tudtam én ezt helyén kezelni. Van, ahol teljesen bele tudok feledkezni, és elfelejtem a mese mi voltot. Egy rész volt, amikor a király kisasszonyt meg kellett menteni a sárkány gróftól. Nem is tudom, milyen sárkány gróf volt az, mindjárt, mert itt már meg lesz. Mindjárt nézem is. Egy kis elnézést fogok kérni azért itt, hogy jól hallom, a kisfiam elkezdett játszani, és a hátam mögül biztos behallatszik a kiabálás, de így tudtuk megoldani most sajnos. Hát sárkány gróf. De tényleg nagyon tetszettek az illusztrációk, ezt meg is mutatnám az egyiket, ez egy sárkány akarna lenni, ha valaki nem ismerné fel. Nekem nagyon tetszenek a rajzok. Egyetlen egy észrevételem van, az, hogy a Szerd Szabó Dorottya rajzaival, és ugye hát 2021-es, mert ugye ezt az a zsűris könyvek, hogy minden rajz annyira jól, méretarányosan és jól van ábrázolva, egyedül a kisfiú, illetve a nénike talán, aki nem, de ezt megnézem, mielőtt butaságot mondanék. Igen, tehát minden nagyon tetszik, nagyon aranyos, nagyon kedves. Tehát például itt a bogár is a levelem, ugye amit mutattam a sárkány, maguk tehát mindenhol, mindenhol, minden tökéletes, viszonylag méretarányos, nagyon jó, és ha viszont az embereknek, legyen az gyerek vagy felnőtt, a teste kicsi és a feje nagy. Én ettől mindig idegrohamot tudnék kapni amúgy, mert sose értettem, hogyha minden gyönyörűen van lerajzolva, mert látszik, és tényleg nagyon szépek és kedvesek, aranyosak lennének az illusztrációk, és akkor kapunk egy ilyen akármit, hogy egy pácika ember egy hatalmas fejjel, nekem ilyen hatást kelt, és én ezt nem szeretem, de ez legyen az én problémám, nagyobb baja ne legyen sose egy mesének. De azért csak egy képes könyv, és az ember óhatatlanul figyel erre. Tetszett amúgy, hogy Magyarországot mutatja be, ugye Hédervárat és társait, illetve itt hátul, amikor ez nagyon érdekes volt, úgyhogy ezt elmondanám nektek, hogy volt benne amúgy egy kocsányos tölgy, az is itt van hátul, és akkor olvastam, én nekem nagyon kinyílt a szemem, úgyhogy azért tök jó, hogy egy meséivel is tudunk még tanulni is. Magyarország legidősebb fája a hédervári Árpádfa, ami egy kocsányos tölgy. A kutatók 7-800 évre becsülik a korát, de a legenda szerint a fatörzsén található nyomokat Árpád vezér lovának kötő féke hagyta 907-ben. A fejedelem seregével itt pihent meg, és haditanácsot ült a pozsonyi csatába készülődvén. És még nagyon sok más, tehát érdekes volt, informatív volt, Magyarországról szólt, erről a területről szólt, nagyon kedves volt, nagyon aranyos volt, apróbb hibákkal, de egyszerűen meg lehetett róluk feledkezni, bele lehet feledkezni a mesébe. Én azt mondom, hogy 4,5 és 5 csillag között gondolkozom, mert még nem ülepedett le bennem annyira teljesen, ezt tegnap olvastam, és lehet kell még, de nekem Acai Zokni nagyon szimpatikusak voltak, nagyon életszerű volt egy-két hely, és illetve hát ami a mese önmagát adja a kivételével, mert hát azért egy mesébe kellenek mesés elemek, és ugye az nem lehet egyértelműen életszerű, de ettől eltekintve szuper kötet volt. Tudom ajánlani ezt is a mesekedvelőinek. És akkor az utolsó ilyen kötet, ez saját, mert általában azért, amiket most hozok, az hát nem úgy fele-fele. Ez eddig könyvtári kötetek voltak, ez pedig saját. Ez Nagy Bettina rajzaival, Kemede Júlia Csengének a könyve, az Anyacsalogató hadművelet. Ez egy sokkal kisebbnek tűnő kötet, bár terjedelmében hosszabb, mint az eddigiek. Hát mit mondjak, én egy kicsit el vagyok ragadtatva. Nagyon-nagyon tetszett a történet, és hát ez a borító és a rajzok egy kicsit olyan érdekesek. Nincs is nagyon sok benne, de hát mondjuk itt mutatok egyet. És ami az előzőbe,
ugye idézőjeles negatívum volt, hát itt még inkább kiütközött nekem, hogy én mondjuk nem értek egyáltalán művészetekhez, ezt is leszeretném szögezni, tehát abszolút laikus vagyok ebben is, és én nekem ezek a rajzok annyira nem tetszettek, viszont maga a történet nekem nagyon. Tehát a gyerekeknek különböző hiedelmei, elgondolásai, a kis lelki világuk, amiben nagyon szeretnénk hinni, amikor még igazán gyerekek vagyunk, és tudunk hinni a mesékben, és hogy erre hogy jövünk rá, milyen áron, mit tudunk belőle tanulni a hibáinkból, hát nem is feltétlen nevezném hibának azt, hogy hiszünk sok mindenben, hanem egy kis naivitás volt benne a gyerekeknek a sajátjuk. És a történetem úgy arról szól, hogy van egy ikerpár kisfiú, akiből az egyikük egy kicsit komolyabb, a másik egy kicsit gyerekebb maradt még, és él egy legenda körül a malom körül, hogy ha 12-szer körbe futod, akkor a kívánságod teljesül, és úgy tudják a környéken, hogy ez többször is előfordul, és hirtelen a malomba, ebbe a legendás helyre beköltözik egy kislány, méghozzá gumicsizmát hord, ami hát nem más csinál, mint bátorságot és önbizalmat ad a viselőjének. Hát sajnos a fiúkra ez a csizma kicsi, ezért néha csak megsimogatják, hogy bátorságot merítsenek belőle. A kislány az az édesapjával él, vele költözik ide, és sajnos az anyukája ott hagyta tulajdonképpen őket, és megvannak az okok és a miértek. Nagyon mai amúgy a történet, nagyon szép, én nekem nagyon tetszett, nagyon szívmelengető, és megint csak bajba vagyok, hogy mire és kire fogok szavazni, hiszen már csak két kötet hiányzik abból, amit nem olvastam, az egyik a Varjú Herceg, a másik pedig a Karácsonyi Kitérő, és megveszek a 10 kötettel, és egyszerűen 3 befutóm is van most már, és megmondom őszintén, ez az egyik, és még nem tudom, hogy kire fogok szavazni, de ez is nagyon megérdemelné, hogy nyerjen, úgyhogy hát nem tudom, hogy a gyerekzsűri mi alapján és hogy fogja meghozni a végleges döntést. Persze, hogyha ugyanúgy, mint az ifjések, akkor ugye több ember dönt, hál' Istennek, de még így se tudom, hogy fogják tudni megoldani. Ez sem egyszerű. Hála jó Istennek, hogy ilyen íróink vannak. Nagyon aranyos, nagyon jó könyv, nagyon jó mese. Tanít, szívet melenget. Ajánlani tudom. Nagyon szerettem. És akkor menjünk tovább. Hirtelen ugrunk egy nagyon nagyot. Hiszen, hát nem, legyen ez, aztán majd még visszatérünk. Egy olyan kötetet hozok nektek, ami azért tőlem merőben szokatlan, ezt az Új Idő Kft. Adta ki, azt, hogy mikor, azt most sem fogom tudni, mindjárt megpróbálom kideríteni, de nem lesz rajta. Hát, nem tudom, miért nincsen benne. Ez nem más amúgy, mint Görgei Gábornak a Nők szigete. Ez egy verses kötet, ez szintén egy kihívásra olvasom, ami 100 oldal alatti kötetek vannak, és van megszabva, hogy miből mennyi és hogy kell olvasni. Úgyhogy egy ilyen verses kötet is a kezembe került, ez saját kötet. Eléggé erotikus és túlfűtötten erotikus tartalommal. Én megmondom őszintén, én annyira nem voltam érte oda, így, hogy nem is tudom, hogy mikor jelent meg hirtelen, hát 147 forint van rajta, akkor nem lehetett úgy új kötet, de gondolom, hogy ha 147 forint, akkor ez egy elég régi kiadás lehet, és abban az időben azért még a szexualitásról nem nagyon beszéltek, tehát ilyen szempontból lehet értéke a kötetnek, de néha nekem már egy kicsit sok volt az, amit írt. Lehet egy pasi pont így gondolkozik, és lehet, én el tudom fogadni, hogy ez neki teljesen őszinte kitárulkozása volt. Én mégis úgy gondolom, hogy több volt ebben a vulgaritás, mint maga a művészet. De hozzáteszem megint csak, hogy a versekben egyáltalán nem kell hozzám idomulni, sőt, egyáltalán nem szabad rám hallgatni, hiszen abszolút még annyira se értek hozzá, mint bármi máshoz. Én azokat a verseket tudom értékelni, illetve azok állnak hozzám közel, vagy állhatnak egyáltalán, ami egy kicsit rímel, aminek olyan mondani valója van, ami örök értéket ad.
És hát ez az erotikus versek, ezek nem tartoztak ebbe. Hozzá kell még tennem, hogy ezt úgy kell elképzelni, csak nézem már, mit mutassak belőle, mert ugye, hogy erotikus, na ez talán, tehát úgy néz ki, hogy az egyik oldalon van egy vers, a másik oldalon pedig egy fotó, ezt talán így meg tudom mutatni nektek. A többi egy kicsit pikánsabb, talán így fogalmazhatok. És a vers címek is szerintem már önmaguktól is megmutatják, hogy nagyjából miről van szó. Nem azt mondom, volt benne egy-két olyan vers, ami nem volt nagyon rossz, sőt, de én nálam ez a közepes szintnél előrébb nem került sajnos. Sajnáltam, mert azt hittem, hogy pikánsabb lesz, és ezért nem tudom, esetleg megmosolyogtat, vagy elpirongat, vagy bármi olyan érzést kiválthat belőlem, amit tudom majd értékelni. Sajnos nem. Sajnáltam. De hát ez van. A következő kötet, és akkor menjünk sorba. Ez nem más, mint egy történelmi, romantikus és krimi. Sőt, ha jól láttam, még a thriller címke is rajta van, ami nekem az egy picit fura, de legyen. Sokszor elgondolkozok ezeken a címkéken, hiszen egy kicsit tévútra visznek. Én azt mondom, hogy a történelmi, romantikus és krimi talán a legtalálóbb rá. Ez egy sorozat első része Brenda Joyce-tól a General Press kiadásában jelent meg. 19... Ja, nem az a... Bocsánat, bocsánat, nem. Maga General Press kiadó volt itt. Hát ez a 2000-es évek elején, talán 2001-ben jelent meg ez a kötet, ez egy könyvtári példány, ez pedig nem más, mint a halálos szerelem. És itt megfordítom egy kicsit, mert én szerintem itt hátul az írónő van, hogyha esetleg valaki képet szeretne róla kapni. Ez a kötet, ez nem volt rossz, 4,5 csillagra már értékeltem a Molyon, de az értékelés majd csak ezután fogom ugye megírni. Magát a lovas kocsit, hintót is látjuk a borítón, és a macskaköveket. Isten igazából ez arról szól, hogy van egy hölgy, méghozzá Francesca Cahill, aki a Cahill család sarja, ugye mi meglepő, de ez a lényeg, hogy ő egy olyan hölgy, aki magát kékharisnyának nevezi, iskolába jár, egy picit lázadó, de nagyon gyerek még, hiszen amíg biztonságban van, elég nagy a szája, elég sok a bátorsága is tanult, tehát vannak pozitív oldala is, viszont abban a pillanatban, hogy egy pici baj éri, egyből jön az, hogy ki az én apukám, és akkor majd ő jön, és akkor engem megment. Szóval olyan fajta tini korszaka van az én számomra, ami még nem felnőtt, legalábbis értelemben vagy lélekben. Ennek ellenére belekerül egy nyomozásba, hiszen a másik szereplőnk Briggs, akibe, hát első látásra nem is azt mondom, hogy beleszeret, hanem valamilyen vonzalom alakul ki. Ez tulajdonképpen én inkább ilyen kémiai reakcióra tudnék gondolni, mint vonzalom, aztán majd szépen lassan szerelemé fog ez alakulni szerintem, hiszen ez egy sok kötetes történet. És el is szeretném olvasni amúgy az összes részét, de van neki még egy nővére és egy bátyja is, és a nővére férjénél volt először az a reakciója, mint utána ennél a férfinél. Az a férfi, akit ugye aki elvette a nővérét, így automatikusan kiesik a pixisből, máshoz ő hozzámenni nem is akar, és akkor hirtelen bejön ez a rendőrfőnök, aki nagyon fiatal, nagyon sokan, hát nem is az, hogy nehezményezik, furcsálják talán, hogy ő lett a rendőrfőnök, és még ebben a pillanatban ül bele a székébe, mikor is, már hirtelen egy ember rablással, ráadásul nem is akármilyen, egy gyermekrablási ügybe, hát nem is az, hogy keveredik, hanem ő lesz a nyomozója, ami egy másik ilyen neves család sarja, és hirtelen elrabolják, miközben a Kehil családnál vannak a szülők egy ilyen bálon, és ők a szomszédban laknak, tehát olyan hirtelen nem lehet tudni, hogy ki is és hogy is a tettes, és Francesca úgy kerül bele ebbe a sztoriba, egyrészt ugye, hogy ismeri ezt a családot, ismeri a gyerkőcöket, szereti is őket, ugyanis itt is egy ikerpár van, és az ikerpár egyik tagját rabolják el, és nagyon szeretné megtalálni, illetve segíteni a rendőröknek, és megtalálja az első nyomot ahhoz, hogy rájöjjenek, hogy ki is a rabló.
Elolvastam a hozzászólásokat és értékeléseket olyan, mint általában mindig, miután elolvasom a kötetet, és nagyon sokan azt mondták, a krimisztál erősebb, mint a romantikus. Hát én inkább olyan fele-felének mondanám, hiszen egy történelmi romantikusról van szó, tehát azért, ha egy sok kötetes sorozat első részét nézzük, akkor szerintem pont elég volt ahhoz, hogy megalapozzuk az alaptörténetet, és majd innen fogunk szépen tovább fejlődni. A krimisztál nem volt rossz, fenntartotta az érdeklődést, tényleg egy olyan tipikus történet volt, ami megállja a helyét ebben a kategóriában. Nem is véletlen kapott 4,5 csillagot tőlem sem. Ez az 1900-as évek eleje, elég korhű és valósághű volt az ábrázolás. Én nekem tetszett azért, hogy egyik karakter sem csak fehér vagy csak fekete, senki sem csak jó vagy csak rossz, illetve nagyon tetszett a kölyök, a kisfiú, aki esetleg olvasni fogja, majd rájön, hogy ki is ez a gyerkőc, aki tulajdonképpen a túlélésért küzd, és nagyon szimpatikusan viselkedik több alkalommal is. A nővére elég érdekes Franceszkának, ő nála nagyon várom, hogy mi fog még történni, illetve hát az Even nevű bátyja is elég érdekes. Ők sem csak jók, vagy csak rosszak. Azért Evenről meglepő volt olvasni, hogy miért is történik vele az, ami, mert azért addig egy ilyen nagyon jó fiúnak volt ő lefestve. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek a történet folytatására, és tervezem az évben befejezni, illetve tovább haladni, mindenféleképpen fogok vele, és remélem be is fogom tudni fejezni a sorozatot. Elsőre így nagyon tetszik a történet, úgyhogy várni fogom a következő részt. A következő történet, az Penelope Bloomnak, ugye a His Her, His Banana, a banános, ez a bekapnám történet, aminek ugye már olvastam így először a harmadik, a muffinos, utána az első a banános, és most olvastam a cherished, a megnyalnámot. Ez a kötet volt eddig a három rész közül talán a, hát nem is azt mondom, hogy a legjobb, nekem azért tetszett a legjobban, inkább így mondanám, mert talán a legjobb humorú része volt a történetnek, mert hát ez is annyira csiklit, annyira kis gyenge kis romantikus volt, hogy olyan nagy értékeket nem lehet benne találni, nagy újdonságok nem történtek, egy tipikus romantikus sztori volt, amit már 20-szor olvashattunk, de annyira jó volt a tálalása, jól is ír az írónő, szerintem nagyon tudja végigpörgetni a dolgokat, nagyon hamar kiolvasható a kötet, tényleg elég olvasmányos, és már úgy érte, hogy nagyon gyorsan, pörgősen olvasható az ember, kíváncsi a következőre, hogy na mi lesz, hogy lesz, mert oké, hogy tudjuk, hogy mi lesz a vége, de az odavezető út izgalmait azt mindig meg tudják adni. Tehát oké, tudod, hogy általában egy ilyen történetben össze fognak ismerkedni a nagyon gazdag, a nagyon szegénnyel, aztán valamiért majd összevesznek, aztán majd kibékülnek, és majd jön a happy end, de hogy ez hogyan fog idáig megtörténni, az az izgalmas az ilyen típusú történetekben, illetve hát amiért én olvasom, az egyértelműen a humor, azok a vicces helyzetek, amik itt vannak. És hát megmondom őszintén, szimpatikus volt a hölgyeményünk is. A férfi az, megmondom őszintén, hogy bár egy gazdag, problémákkal küzdő, nem tökéletes, de tökéletes testű és nagyon jó képű fiatalember William, én nekem ő annyira nem tudott annyira megfogni ezzel a kleptomániájával egyáltalán. A csaj az sokkal szimpatikusabb volt számomra, hiszen sütött, én szeretek sütni, vagyis hát egy időben nagyon szerettem sütni. Csak hát most másban élem ki dolgaimat, de azért az úgy megmaradt, én nagyon szeretek a konyhába sertepert élni. Na, a lényeg az, hogy nekem ő szimpatikus volt, az álmaiért élt, és küzdött és harcolt, és látta, hogy ebből már nem lesz semmi, de addig ment, amíg csak tudott, és próbált felmaradni a felszínen. És hát azért William kis segítségével azért hál' Istennek el tudott indulni az úton. Szóval ő is nagyon szimpatikus volt, de én álma nagymama mindent vitt. Tehát sajnos ugye a főszereplőnknek, hirtelen nem jut eszembe a neve, Haley. Haleynek van még egy húga, és sajnos a szülei meghaltak, és a nagymamája neveli fel őket. És ő már most egy ilyen, hát egy ilyen nyugdíjas otthonszerű akármiben lakik, és oda látogat el Haley hozzá, vagy telefonál.
80 pluszos a néni, de iszonyat cuki és aranyos, és olyan humora van. És megmondom őszintén, tehát én el is tudom képzelni, tehát 85 évesen meg kit és mit érdekel, hogy ki mihez mit szól, amúgy így kéne egész életünkbe, de valahogy, amikor elérünk egy bizonyos kort, eljutunk oda, hogy amúgy mi jelentősége van ezeknek a dolgoknak. Mondjuk ki, amit gondolunk, mondjuk el az igazat, kit érdekel, hogy mit gondolnak a többiek, és ő is mondja, hogy ő már ennyi éves, és ennyit megélt, és ez így lesz, és ő tudja, és biztos benne, és akkor azok a szavak, amik vannak, azért, amiken a legjobban nevettem, azt nem szeretném felidézni, mert elég pikánsak, talán így fogalmazhatnék, de valamilyen torlasz, aki olvasta, hát azon vinnyogva röhögtem, de volt még egyéb is, és a fiúval, Williammel eléggé összeakaszkodnak, hiszen történik ugye valami, ami az ilyen történetekben szokásos, hogy 7 évvel összevesznek, de majd ki fognak békülni, de hát szóval a nagymama természetesen az unokája mellett áll, és érte van. Na, szóval nagyon jó történet volt. Én mondom, mindennek ellenére, hogy nagyon erősen ponyvája hajazó ez a sorozat, én nekem ez most tetszett, ez jó volt. A maga nemében kell kezelni szerintem ezeket a típusú sztorikat is, még az embernek nincs kedve gondolkozni, csak jól akarja magát érezni, nagyokat akar nevetni, egy kellemes időtöltést, egy jó délutánt okozni saját magának. Egy ilyen olvasmány ugyanolyan fontos tud lenni, szerintem, mint a komoly olvasmányok, hiszen mindig elmondom, hogy nem lehet mindig csak komoly könyveket olvasni, de a másik az, hogy igenis egy kicsit oldja a stresszt, egy kicsit kiszabadít a mindennapokból, egy kicsit felüdít. Szóval megvan ezeknek is szerintem teljesen a létjogosultság, és igenis szükség van ezekre a történetekre is, kötetekre is, és szerintem ezeket sem egyszerű azért megírni, még hogyha a váz az alap meg is van, hiszen az újdonságot ott tudja megmutatni, hogy hogy érjünk el odáig, hogy ők egymásra találjanak. Úgyhogy én ezt tudom ajánlani bárkinek, én 4-4,5 csillag körül gondolkozom rajta, majd megnézem a banánosra mennyit adtam, mert szerintem ez jobb, úgyhogy amennyit arra adtam, vagy annyit, vagy egy kicsit jobbat fogok ráadni. Én szerintem ez jó. Ha csak egyet akartok olvasni a sztoriból, vagy a sorozatból, én szerintem ez önállóan is olvasható, úgyhogy én ezt tudom egyenlőre ajánlani, mert a sorozat többi része is azért a radaromon maradt, és meg is van még egy pár rész, úgyhogy azokat mindenképpen folytatni fogom. Nem mondom, hogy az idén biztos, de ha idén nem, akkor majd jövőre folytatni fogom. És az utolsó kötet, amit hoztam, hát elég gyorsan haladunk, hál' Istennek, magamhoz képest, az nem más, mint szintén hirtelen egy kihívást kell elővenni, én ezt jövő hónapban szerettem volna olvasni, de két kihívás miatt is hirtelen előrébb kellett vegyem. Ez egy második rész szintén egy sorozatból, méghozzá Holly Blacknek az Átokvetők sorozatának második része, a Vörös Kesztyű. Ez kezdek rájönni Holly Blacknek, vagy ráérezni a stílusára, hiszen őtőle olvastam már a Lebegő Népe trilógiát, ahol szintén az, de jól néz, még most nézem, ez biztos Castle, na majd mindjárt elmondom, és mert eddig így még ez így nem tűnt fel, hogy a fény ennyire izéli a borítót. Tök jó. Bocsánat. Kicsit belefeledkeztem. Szóval a Lebegő Népe trilógiánál is ugye kezdődik a Kegyetlen Herceggel, és aztán mentünk tovább, és valahogy neki úgy látom, úgy épülnek fel a trilógiái, hogy az első rész olyan nagyon alapozó, és ez azért egy kicsit néha picit vontatott, de jól megadja az alaphangot, de nem azok a szokásos fantasy sztorik, és akkor utána lépünk egyet feljebb, és majd a záró rész kerül a legjobb helyre. Hát még most ezt nem tudom így garantálni ennél a sorozatnál, de az mindenképpen el tudom mondani, hogy ez olyan szempontból hasonlít a Lebegő Népe trilógiához, hogy itt is az első rész után ez a második, ez egy kicsit olyan izgalmasabb volt, tehát itt csapunk bele igazán a lecsóba, hiszen már megvannak az alapok, és itt jön az, hogy Castle-nek, aki ugye egy átokvető család sarja, aki csak sokára tudja meg, hogy ő is igenis átokvető, méghozzá nem is akármilyen, és akkor én nagyon spoileres leszek, hiszen egy második részről spoilermentesen nagyon nehéz beszélni, úgyhogy aki az első részt szeretné még olvasni, annak azt mondom tanácsolni, hogy majd pörgesse át ezt a részt. Szóval
Ugye az első részben megtudta, hogy ő egy átváltoztató, ami az 1960-as évek óta nem volt, tehát nagyon ritka képessége van, és ezért sokan akarják őt. Több maffia család is van, ebből az egyik az Aharovék, akinek a lányában amúgy nagyon szerelmes, és szeretné is, hogyha lenne közöttük valami, és a lány, ugye azt hiszem ott fejeztük be az első részt, hogy a lány belép hozzá, és tulajdonképpen szinte rámászik, és egyszerűen hihetetlen nem ért, és utána mondja neki az anyja, hogy hát persze, mert ő egy érzésvető, és tulajdonképpen hozzáér, és egy olyan illúziót kelt tulajdonképpen, hogy ő halálosan szerelmes a fiúba, és mikor ezt a fiú megtudja, akkor mérhetetlenül dühös lesz, hiszen a saját édesanyjára, de teljesen egyet is értek vele, hiszen így nem fogja tudni, hogy most ez a lány tényleg őt magát szereti, vagy csak az édesanyja miatt hiszi azt, hogy ő szerelmes belé. És nagyon rossz lehet, hiszen így, hogy szereti, és tényleg is igazán szereti, így nem teheti meg azt, hogy ebbe kényelmesen belehelyezkedik és élvezi azt, hogy ez a lány őt szereti, mert nem tudhatja, hogy tényleg szereti, vagy ez csak egy ilyen dolog, ugyanis ezek az átokvetések, ezek az illúziókeltések, ezek egy idő után elmúlnak, és mi lesz akkor? És egy icipici esélyt is még szeretne megtartani, vagy a reményt arra, hogy legyen ebből a kapcsolatból később valami, akkor igenis ellent kell állni neki, és így, hogy ő nagyon-nagyon szeret, és a lány is nagyon ragaszkodna hozzá, nagyon nehéz azt mondani, hogy nem. És nagyon tetszik a karakterbe, hogy ő nagyon jó fiú akar lenni, annak ellenére, hogy ugye kiderült róla nagyon sok minden, és nagyon utálja magát, és ő szeretne igenis egy kicsit más lenni, és máshogy élni, és nem akar egy maffia családhoz sem tartozni, nem akar gyilkos lenni, nem akarja azt az életet, amiben őt bele akarják kényszeríteni, és a végén megint Holly Black, hát hogy kétszer-háromszor csavart a történeten, és végig fent tudja tartani a figyelmet, és annyira szövevényessé teszi, és a Lebegő népe trilógiában is ezt láttam, hogy annyira összekuszálja a szálakat, és annyira jól szövi a történet cselekményét, hogy amúgy ez teszi érdekessé és egyben izgalmassá az ő köteteit, mert amúgy nekem abszolút nem ez a fajta fantasy az, amit én nagyon szeretek, és mégis várom, hogy elolvassam a következő részt. Nem azt mondom, hogy hatalmas elánnal, de van benne valami, amire én azt tudom mondani, hogy úristen igen, és valamit nagyon jól csinál, és nagyon jól tudja csinálni. Úgyhogy mindenképpen jövő hónapban szintén szeretném elolvasni ennek a lezárását, a trilógia befejező részét, a Fekete Szív címmel, hogy mi is lesz ennek a történetnek a vége, mert kíváncsi a kezdőre, és nagyon drukkolok neki, ugyanúgy amúgy, ahogy Denekának és Szemnek is. Ez a történet amúgy, ugye ahogy kezdődött, azzal folytatódik, tehát ez a fiút azért hirtelen megkeresi majd az FBI, meghal a testvére, kiölte meg, a gyilkost kellene megkeresni, és amíg keresi a gyilkost, és rájövünk a végén, hogy ki az, és itt is van nekem egy nagyon nagy csavar a történetben, mert bár gondoltam, hogy ő is esélyes, mint gyanúsított, de ő volt a legutolsó tippem, tehát abszolút homályba tud minket tartani, és nagyon nagyon érdekes volt az, hogy egy maffia főnök is hogy próbálja behálózni a barátaival, hogy próbál együtt maradni a családjához, hogy fog viszonyulni. A legszimpatikusabb szereplő a családból az talán a nagypapa, ő az, aki valamit ér is. Az anyja az olyan, mintha egyáltalán nem is szeretné, a bátyja már azt se tudja, hogy ő maga kicsoda, hiszen az emlékezetvesztésnek visszahatása miatt saját magára se emlékszik. Amúgy még ez is érdekes, ugyanúgy, mint a Tündéres sorozatánál Holly Blacknél, hogy bár különleges képességekkel rendelkeznek, ott is és itt is a karakterek, egyik sem olyan különleges képesség, hogy megtettem, kész, jó, megyek tovább, hanem mindegyiknek van valamilyen ára, mint amúgy az életben mindennek. Ha valamit teszünk, annak következménye van, és itt is megkapjuk azért ezeket, és elég keményen. Úgyhogy nem volt ez rossz történet, én tudom nektek ezt is ajánlani, aki egy kicsit ez a szövevényesebb fantasy-t szereti, annak szerintem abszolút szórakoztató történet lehet. És akkor én ennyi voltam már, én ezeket a történeteket hoztam most nektek, remélem tudtam ajánlani, majd csak nem minden korosztálynak, hiszen volt itt mese, ifjúsági fantasy, egy kis vers, egy kis történelmi romantikus, vagy egy mai kortárs romantikus is.
Hát most ezek lettek, illetve majd még fogok a közeljövőben érkezni egy másik videóval, szintén többet magammal, és hát várnak rám a kötetek. Még újraolvasásom tart, nagyon kivételesen, nagyon ritkán olvasok újra, de van egy csíkos könyv, amit mindenképpen újra akartam olvasni, hiszen nem írtam értékelést időben a Mojon, és hát egy kihívás miatt persze mi másért, írnom kellene egy normális értékelést, és én azt úgy nem szerettem, ha már nagyon régen olvastam, és csak ilyen benyomások maradtak meg bennem. Úgyhogy újra olvasom most Turi Zsuzsának a Tűzpiros üveggömbjét, azt mindenféleképpen fogom hozni majd egy következő videóban, ahol egyedül leszek. Aztán majd még meglátom, hogy mi csúran cseppen mellé. Én köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett a videó, én továbbra is szeretlek benneteket. Sziasztok!